Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Ezt a szentmisénket a járvány megszűnéséért, a névtelen hősökért, az orvosokért, az ápolókért, az egészségügyi dolgozókért, az önkéntes segítőkért, a papokért, a rendőrökért, a katonákért, a katasztrófa védelemben dolgozókért, a mentősökért, a pedagógusokért és szülőkért, a boltosokért és áruszállítókért ajánlom fel. Azokért, akik megbetegedtek, az ő gyógyulásukért, az értük aggódó szeretteikért, és azokért, akik meghaltak, hogy elnyerjék az üdvösséget, a családtagjaikért, szeretteikért, hogy vigasztalást találjanak. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Amen. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vedessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szólt az Úr Ezekiel prófétához. Jövendőj, és így beszélj népemhez. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvedetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Isten megtegye. A bűnöket nem jól.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti, a bennetek lakó lelke által. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár az ő testvérük volt. A két leány testvér megüzente Jézusnak. Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta, ezt így szólt. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőjön. Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz. Menjünk el ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint oda mégy. Jézus ezt felelte, nem 12 órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság. Ezt mondta, azután hozzátette, Lázár, a mi barátunk elaludt, de én megyek, és fölkeltem. A tanítványok így szóltak, Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Jézus Lázár haláláról beszélt. Ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban
Induljunk hozzá. Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz. Menjünk és halljunk meg mi is vele együtt. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumra, fél óra járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, Elias sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Mesiás, az Isten fia, aki a világba jön. E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: megjött a Mester, és hív téged. Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak, és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a belejött zsidók is sírnak, lelke mélyeig megrendült és megindult. Megkérdezte: hová temettétek? Azok így szóltak: jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak: ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon? Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki: mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: oldjátok fel, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták,
amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Nagyon aktuális ez a történet, amit imént az evangéliumban hallottunk. Kereszténységünk a hit, a remény és a szeretet krízisében vergődik. És a járvány, mint minden krízis, rákérdez a hitünkre, rákérdez a reményünkre, és rákérdez a szeretetünkre. Mit jelent a hit krízise korunkban? Kortársaink, és nagyon sok keresztény is, a tudását, a tudományát fölébe helyezi a kinyilatkoztatásnak, Isten szavának, az egyház tanításának. Nem a tudománynak, a tudásunknak kell megfelelni, a hit titkainak, hanem fordítva. A hitünket vizsgáztatjuk a tudomány segítségével. És ez oda vezet, hogy Istennek, mint egy rovarirtónak a piacon, meg kell felelni a vizsgának. A járványok idején, a krízisek idején teszteljük az Istent. És hogyha nem megy át a vizsgán, akkor vagy vádoljuk, vagy tagadjuk, vagy egyszerűen elhagyjuk. Akkor nincs krízisben a hitünk, ha megfordítjuk ezt a helyzetet, és fölébe tudjuk helyezni a tudományunknak, a tudásunknak, a racionalitásunknak a hit titkait, a kinyilatkoztatott igazságokat, az egyház tanítását. A járvány rákérdez a reményünkre is. Amikor Jézus meghal, a tanítványok teljesen kiábrándulnak Jézusból. Két tanítvány elindul hazafelé, Emmausba, és amikor melléjük szegédik egy idegen, nem ismerik fel, hogy Jézus az, és elmondják nekik, hogy ők mit reméltek a Mesiástól, mit reméltek Jézustól, mi pedig azt reméltük, hogy, és elmondják a vágyaikat, reményeiket, amiért hajlandók voltak követni a Mestert. A krízis, a járvány rákérdez a reményünkre. Miért vagyunk keresztények? Miért hiszünk Jézus Krisztusban? Miért akarjuk követni őt? Hogy sikerüljenek a vágyaink, a terveink, hogy hasznot tudjunk hozni ebből a kapcsolatból, vagy pedig az igazi reményünk miatt. És ez az igazi remény részesedés a mennyei Atya dicsőségében. Jézus ezt kínálja fel igazi reménynek mindannyiunk számára. És akkor erősödik meg a reményünk ebben a krízisben, hogyha mindent a mennyek országa, az Isten dicsőségében való részesedés távlatából próbálunk átélni itt és most. Minden nehézségünknek, minden fájdalmunknak, minden szenvedésünknek, minden szeretett kapcsolatunknak, minden sikerünknek és örömünknek örök életű távlata van.
És akkor erősödik a reményünk, ha látjuk ezt a táblatot, és mindent ennek fényében vizsgálunk, vagyis amit teszünk, mondunk, az hogy néz ki a mennyország Isten országának a fényében és táblatában. A járvány és minden krízis a szeretet kríziséhez vezet. Az Isten szeretetébe vetett hit van krízisben. Olyanok vagyunk, mint a két nővér, Márta és Mária. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérünk. Ha, akkor. Ha az Isten szeret, akkor nem engedheti meg ezt a járványt. Ha az Isten szeret, akkor nem halhatnak bele ebbe a járványba ezrek. Ha az Isten szeret, akkor megvédi a papjait, vagy megvédi a keresztényeket, stb. Stb. Mindegyikünk tudja sorolni a feltételeit. Ha, akkor hiszem el, hogy Isten a szeretet, hogyha teljesíti azokat az elvárásokat, amiket vele szemben állítunk. Úgy vagyunk, mint Márta, aki Jézus kérdésére megvallotta, hogy igen, ő hiszi azt, hogy Jézus a feltámadás és az élet. És ezt a feltámadásba vetett hitet, ezt egy pillanat alatt összetöri egy 4 napos hulla látványa. Mi is megvalljuk rendszeresen a Szentmisében a hitünket. Lehet, hogy a Szentmisén kívül is megvalljuk Isten szeretetébe vetett hitünket, és aztán történik valami, és összetörik a Isten szeretetébe vetett hitünk. Jézus azért jött, hogy felébressze a hitet Isten irántunk való szeretetébe. Azért jött, hogy felébressze a hitet, hogy az Isten szeretet, az Isten irgalom. És nem kell mindent megértenünk. Nem kell mindent értenünk ahhoz, hogy rá tudjuk bízni magunkat Istenre, aki a szeretet. Nem azt kéri, hogy értsetek meg, hanem azt kéri, hogy higgyetek, és kövessetek engem. Minden szentmisében elmondjuk az átváltoztatás után, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Haláladat hirdetjük, Urunk, látjuk a koronavírus halált hozó áldozatait, szembesülünk a halál tényével, a kudarcokkal, a veszteségeinkkel, a kríziseinkkel, és magával a halállal is. És hittel valljuk a föltámadást, amíg el nem jön. Nem csak akkor, amikor majd eljön. Akkor erősödik meg a hitünk, a reményünk, a szeretetünk, hogyha merünk hinni a feltámadásba, a húsvétba. Akkor erősödik meg Isten szeretetébe vetett hitünk, hogyha hiszünk a feltámadásba, itt és most. Ha hiszünk abban, hogy Isten tényleg a feltámadás, és mindent újjáteremt, másképpen, mint ahogy Márta, Mária várta, másképpen, mint ahogy mi várjuk, mégis a feltámadás fog győzni mindig a halál fölött. Isten soha nem lehet vesztes, és mindig Istené az utolsó szó. Addig, amíg ezt megtapasztaljuk, addig erősítsük meg a hitünket, reményünket és szeretetünket, és újra Isten szeretetébe vetett hittel álljunk. A szenvedések, a tragédiák,
a krízisek közepette is így segítsünk embertársainknak. Jézus fel akarja éleszteni, ébreszteni, meg akarja újítani Isten szeretetébe vetett hitünket. Engedjük meg neki ma is. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a feltámadás és az élet. Hogy egyházat szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyán, te szent fiadat az élet és a halál urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kedvből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, ami Urunk által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját, Lázárt, mint örökisten feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, és húsvéti szentségei által új életre támasztott minket. A te fölségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Add kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, midőn velük együtt újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér
értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztust, ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki ölsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk.
Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk Szent Fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jósággal erősen, szerintem.